húsvéti csomagokat osztott a tartományi képviselőház elnöke és a Vöröskereszt községi szervezete Topolyán. A tartományi képviselőház elnöke a húsvét hétfőre való tekintettel először meglocsolta a csomagosztáson megjelent hölgyeket, majd szétosztotta az összesen 24, főleg édességből álló ajándékcsomagot. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a feltámadás ünnepe, a szeretet, az öröm ünnepe. Én ezt az örömöt akartam és szerettem volna ma megosztani ezekkel a fiatalokkal, illetve a családosokkal. A politikának kötelessége a jövőben, hogy világos harcot folytasson a szegénység ellen, és világos stratégiát dolgozzon ki ennek leküzdésére, vagy legalábbis enyhítésére, és valójában a nagycsaládosok helyzetét és helyét a társadalomban meg kell, hogy határozzuk és biztosítsuk, hiszen, ahogy mondtam már, jelképek mindnyájunk számára. A családok emellett egy élő nyulat is kaptak. Te így gyönyörű nyuszikát kaptál, és mi volt még otthon az ajándékod? Hát, kaptunk egy papucsot, meg csokikat, meg még a tatától kaptunk smokit, meg édességet. Meg. És a nyuszinak lesz neve is? Igen. Meg van már a neve? Hát, pici. Nagyon megörültek a lányok, még ennek az élő nyúlnak is. Szép. Még mindennek örülünk. Topolyán a népkonyha eddig 650 rászoruló számára biztosított tartós élelmiszert. Idén ez a szám 32-vel nőtt. Ez azt bizonyítja, hogy napról napra nő azoknak a száma, akik a létminimum határa alatt élnek. Hagyományos lóversenyt tartottak Csantavéren. A már hagyományossá vált húsvét hétfői lóverseny évadnyitónak számít a vajdasági lovasportban. A csantavéri ügetőn ilyen egyfogatúakkal, vagy úgynevezett szulkikkal és kettősfogatúakkal versenyeznek a lovak szerelmesei. A versenyzők szerint ez nagyon jó alkalom arra, hogy lássák, milyen erőlétben vannak lovaik. Egy-egy idényre januárban kell elkezdeni a készülést. Fölkészítés, teljes tréninget, az legalább 3 hónap az januártól én kezdtem a tréningelni, úgyhogy hát most ez lesz az első gyorsabb munkáik, amit az idén még csinálnánk, vagy hát szeretnénk most itten megmutatni, hogy mi lesz, majd még lássuk. Napi szinten egy másfél órát a tréning csak kint az utakon, ilyen 10-15 kilométer. Mellette rendezés, lóláb, a lábaknak az ápolása, a lóápolás, hát kell tanítgatni időbe. A faluban a lovasportnak több mint 70 éves hagyománya és sikertörténete van. A kettes fogathajtó országos bajnokságot már a 80-as évek óta rendezik a csantavéri ügetőn. Régi hosszú hagyománya van. 62 éves, a 63. éves a klubunk, tehát a csantavéri klub, hogy fennáll. Amivel dicsekedhetünk, hogy egy év nem múlt el, hogy ne tartson a csantavéri lovasklub lóversenyt. A gyerekek szórakoztatására nyuszifogó és vietnámi malacfogó versenyt rendeztek a szervezők. A malacot és a nyulat is elkapták, a legügyesebb fiú haza is vihette zsákmányát. Az idei évben még 2 hivatalos versenyt rendeznek Csantavéren. Az elsőt falu napkor, azaz június 13-án, a másodikat pedig augusztus végén rendezik, amely egyben az országos kettesfogat bajnokság is lesz. Az MNT Vackor óvodába indul és őszre iskolába indulok programot hirdetett. Sajnálod, hogy elmész az oviból? Igen. Azért, mert az iskolában tanulunk, az oviban meg néha játszunk is. Réka szülei már elkezdték felkutatni az iskolákat, és érdeklődnek az oktatás minősége iránt. Sokat számít az adott iskola technikai felszereltsége és szervezettsége. Igazából, tehát megmondom, ez már egy több hónapja már tart nálunk ez az iskolai fölkészülés, mivel a kislányom most lesz első osztályos. Az óvodában már fölhívták a figyelmünket, tehát hogy majd lesznek ilyen nyílt napok az általános iskolákban. Mi a legközelebbi 3-ban voltunk, megnéztük tehát a tanítónénik programját, magának az iskola programját, tehát hogy hogy készülnek, mik lesznek a teendők, milyen
tehát választott tantárgyak, nyelvek és stb. Vannak, tehát ez egy elég fontos része volt a felkészülésnek. Az MNT beiskolázási programja számos előnyt és kedvezményt kínál azoknak, akik magyar osztályba iratják gyermeküket. 75 eurós oktatási támogatásban részesítenek minden óvodást és első osztályba induló iskolást. Ezen kívül a tanulók még tanszercsomagot is kapnak. Ingyenes iskolabuszjáratokat is indít azoknak a kisdiákoknak, akik a lakóhelyükön kívül járnak magyar osztályokba. Az anyanyelv ápolása fontos és elengedhetetlen a későbbi karrier kiépítéséhez, nyilatkozta Jóorti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának elnöke a Pannoner TV Közügyek című műsorában. Az, hogy tudatosan kezdjünk gondolkodni a gyerekeink iskoláztatásáról, és ne valami tévhitek mentén, ez azt gondolom, hogy egy nagyon lényeges része a kampányunknak, hiszen a kampány az mindig egyrészt érzelmekre hat, másrészt pedig olyan tényeket szeretne közölni, amit feltétlenül fontosnak tartunk eljutatni a szülőkhöz. Az egyik ilyen nagyon tudatos szempontrendszerünk az, hogy az anyanyelvi oktatás van a gyermek előnyére, azt fogja tudni az ő sikerességét és szakmai lehetőségeit a lehető legjobban kiteljesíteni. Folyamatban van az elsősök iratkozása Szerbia általános iskoláiba. A hivatalos iratkozás május végéig tart, de az iskolák kötelesek fogadni a jelentkezőket szeptember 1-ig. Idén várhatóan 75 ezer kisdiák kezdi meg tanulmányait országszerte. A Magyar Nemzeti Tanács adatai szerint a tartományban tavaly több mint 15 ezer magyar diák iratkozott be első osztályba. Felmérések szerint a magyar diákok száma csökkenő tendenciát mutat. A VMS megkezdte a köztársasági elnökjelölt állításához szükséges aláírások gyűjtését. Szabadkán a Magyar Házban is aláírhatnak azok a lakosok, akik támogatják Pásztor Istvánnak, a VMS elnökének indulását a köztársasági elnök választáson. Már ma is sokan ellátták kézjegyükkel a VMS listáját. A megkérdezett szabadkaiak szerint nem kérdés, hogy a magyarok kit támogatnak a szerbiai elnök választáson. A vajdasági magyarságnak nagyon fontos az, hogy Pásztor úr indult az elnök választáson. Én úgy érzem, hogy ez a választásban a magyarságnak, vajdaságban nincs az a kérdés, hogy kire szavazzunk. Egyértelmű. Magyar vagyok, és a magyaroknak össze kell tartani, hogy azt támogassuk, aki a mi érdekünket védi. Azért tartom fontosnak, mert a közösségünknek az érdekeit valakinek képviselni kell, és azt gondolom, hogy nem csak mint magánszemélyekkel, hogy éljünk a társadalomban, hanem közösség. Az anyaország is Pásztor István mellett kampányol. Németh Zsolt Magyarország külügyi államtitkára vajdasági látogatása során kiemelte. Úgy gondolom, hogy Pásztor István a vajdasági magyar közösségnek nagyon széleskörű támogatottságát élvezi. Az anyaország részéről, sőt a többi határon túli terület részéről is nagyfokú támogatottságot tudhat maga mögött. Pásztor István, a VMS elnöke a Pannoner TV-nek elmondta, számításai szerint vasárnap át is adja a szükséges 10 000 aláírást, és mindenkit arra kért, támogassa indulását az elnök választáson. Én azért indulok ezen a választáson, mert meggyőződésem, hogy így tudom erősíteni mindazt, amit ambícióként megfogalmaztunk a vajdaságért egy normális Szerbiában. Az biztos, hogy Szerbiának belátható időn belül nem lesz köztársasági elnöke. Magyar köztársasági elnöke nem lesz. De az is biztos, hogy ezen az elnökválasztáson nekem azért kell szerepet vállalnom, hogy erősítsem a közösségi érdekérvényesítés lehetőségét. A VMS Vajdaság más településén is megszervezi a támogatói aláírások gyűjtését, amely csütörtökig tart. Szerdán Óbecsén várják a polgárokat a harmadik helyi közösségben 15 órától 21 óráig, Bács-Fekete-hegyen pedig délután 2 órától este 8-ig. Topolyán is szerdán lehet aláírni a helyi közösségben délután 15:30-tól 19 óráig. Bácskosútfalván a helyi közösségben várják a polgárokat 10 órától 14 óráig. A lakosoknak a személyi igazolványukat kell magukkal vinniük. Németh Zsolt Magyarország külügyminisztériumának parlamenti államtitkára körútra érkezett a tartományba.
A Zentai Művelődési Ház színház termében megtartott találkozón Németh Zsolt, Magyarország külügyi államtitkára a nemzeti összetartozásról szólt a jelenlevőknek. Beszédében a kollektív bűnösség eltörlése kapcsán kiemelte. A nemzeti alapon történő politikai képviselet a járható út a választópolgárok számára. Van jövője a magyar nemzeti önszerveződésnek, a nemzeti alapon történő politikai érdekérvényesítésnek van esélye, van értelme. Tovább megyek. Csak ennek van értelme. Mert azok, akik szerb pártokban megszavazták ezt a törvényt, azok kiállították nagyon egyértelműen a bizonyítványt arról, hogy mit lehet a szerb pártokon belüli alkalmazkodástól, mondhatnám úgy is, hogy önfeladástól várni a magyar nemzeti közösség szempontjából. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke szerint, ha a választásokról van szó, akkor a közöny az emberek legnagyobb ellensége. Fel kell venni a harcot a legnagyobb ellenségükkel szemben, és a legnagyobb ellenség nem a szerb nacionalizmus, vagy pedig az ukrán nacionalizmus, vagy pedig a szlovák nacionalizmus, hanem a magyaroknak a közönye. Ez a legnagyobb ellenségük. Az, hogy nem érdekli már a saját sorsa sem, az, hogy egy vasárnap nem veszi fel a ruháját és nem megy el szavazni, az, hogy amikor elmegy hozzá és mondja azt, hogy gyere, légy szíves, tedd meg ezt, akkor nem érdekli. Pásztor István, a VMS elnöke kiemelte, a köztársasági elnökjelöltség egyel több esélyt jelent a vajdasági magyarság számára a közösségi érdekképviselet megerősítésében. Az a szándékunk, hogy az első fordulós több mint 100 000 szavazat birtokába bekopogjunk a Tadics ajtón és azt kérdezzük tőle, kedves Boris, mit gondolsz te? A körzethatárok ügyét meddig kell még várnunk, hogy elintézzük? A vajdaság finanszírozására mennyi időt kell várni? Hány évig tart még az, hogy folyamatosan megrövidíthetek bennünket a költségvetési pénzekkel? A vajdasági körút Moholon és Nagybecskereken folytatódott. A vendégek holnap Székelykevére, Belgrádba és Magyarkanizsára látogatnak. Június végéig megalakul Óbecsén a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó iroda. Óbecse község megpályázta és meg is nyerte azt az összeget, amely szükséges a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó iroda megnyitásához és felszereléséhez. A beruházásra 1.267.000 dinárt fordítanak. Becsei je jeden od 21 opštine koje su na konkursu koji smo mi raspisali, a u cilju ujednačavanja uslova za razvoj opština, a u smislu finansiranje prioriteta iz lokalnih strateških planova, dakle jedna od opština koja je prošla na tom konkursu je opština Bečej. Ona je smatrala da je njihov važan prioritet, dakle opremanje i otvaranje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i mi smo to uvažili kao prioritet. Tomislav Stantić elmondta, az iroda legfőbb célja a megfelelő gazdasági klíma megteremtése lesz. Emellett a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökséggel való együttműködésre és az IPA pályázatokon való sikeres részvételre is törekszenek majd. Szörgyen Vezmár, a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója elmondta, más községek példáin okulva igazoltnak látták egy olyan osztálynak a létrehozását, amely kizárólag a pályázatokkal és a projektumokkal foglalkozik majd. Kada će ovaj posao biti završen? Dakle, samo tehničko opremanje kancelarije pretpostavljam da će biti završeno naredna 2 do 3 meseca, a sam ciklus tehničkog osposobljavanja ljudi zaposlenih kancelarije mislim da će biti do početka septembra, najkasnije do oktobra. Naš cilj je da kancelarija bude spremna za poziv sa Hrvatskom koji će biti vjerojatno raspisan krajem godine. Budislav Medurić, Óbecse község alpolgármestere kiemelte, hogy az irodát a községi közigazgatás gazdasági osztálya keretében alakítják meg képzett szakemberekkel. Újabb munkahelyeket nem nyitnak. A szabadkai ellenzék elégedetlen a jelenlegi városvezetés munkájával. A szabadkai távfűtőműveknek csütörtökön zárolták a számláját, mert a szerbiai gázszolgáltató közvállalat mintegy 177 millió dinár gáztartozás kiegyenlítését kérte. A szabadkaiak, illetve vajdaságiak törvénytisztelő állampolgárok, akik fizetik számláikat. Honnan akkor ekkora tartozás, mi történik Szabadkán? Teszi fel a kérdést Gojko Rádics, a Szerb Haladó Párt szabadkai elnöke.
Tu je taj strah Demokratske stranke izlaska na vidjelo i na sunce posle njihovog odlaska svih ovih podataka istine i zato je njihova borba neprikosnovena, zato njihova je borba za očuvanje vlasti, ne biraju se sredstva, nema sredstava koja se neće upotrebiti. Čujem da su na sastanku Demokratske stranke imali raspravu i razgovore i da su rekli po cenu života i smrti moraju da dobiju izbore. A haladók szerint a jelenlegi hatalom 2000 óta ugyanazt hajtogatja, növeli a foglalkoztatottságot, befektetőket hoz. Eredményeket azonban mindeddig nem mutattak fel. Újságírói kérdésre, vagyis hogy a szerb haladópárt hogyan vélekedik arról, hogy Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta, a demokrata pártot támogatja a második körben. Gojko Rádics azt mondta, Pásztor még össze sem gyűjtötte a szükséges szavazatokat, már is az egyezkedésen töri a fejét. A VMS elnöke az Európai Parlament magyar képviselőivel találkozott Brüsszelben. A politikus Brüsszelben találkozott mind a néppárt, mind a szocialista frakció vezetőivel. Pásztor István a megbeszéléseken kifejtette, a közelgő szerbiai választások tétje nem csak az, hogy sikerül-e mozgósítani a vajdasági magyar szavazókat, de az is, hogy megindul-e Szerbia felzárkózása a valódi európai demokráciákhoz. Kihasználtam az alkalmat és a lehetőséget, és most először személyesen is meg tudtam köszönni azt a kiállást, amit tanúsítottak a novemberi hónap folyamán, amikor a vagyonvisszaszármaztatás és a rehabilitációs törvény körüli csatákat folytattuk. A VMS elnöke később felszólalt az Európai Néppárt által rendezett konferencián, amelynek témája a nyugat-balkán európai integrációja volt. Pásztor István szerint ezt az integrációt egyszer s mind a megbékélést nagyon jól segítheti a térség kisebbségi magyarságának történelmi tapasztalata. Pásztor István, a VMS elnöke felszólalt az Európai Néppárt által rendezett konferencián Brüsszelben. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Brüsszelben, az Európai Parlamentben elmondta, természetellenes állapot, hogy az Európai Néppártnak egyetlen tagja van Szerbiából. Ez a VMS. Többen szóltak a türelemről. A folyamatok összetettségéről. És egészen biztos, hogy ezeknek a mondatoknak megvan a megalapozottsága. De ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy 2000 októberétől, a Milosevici rendszerváltástól 12 év múlt el, és mi 12 év alatt csak a tagjelölti státuszig jutottunk el. A VMS elnöke kiemelte, az elmúlt 4 évben nagy és nehéz utat tett meg Szerbia az európai integráció felé, azonban nem lehetünk elégedettek a felzárkózás gyorsaságával. Pásztor István elmondta, a szerbiai választások sorsdöntőek az egész térség számára. A tét, hogy folytatódhat-e az együttműködésen alapuló politizálás. Azt szorgalmazzuk, hogy ne térhessen vissza a konfrontáción alapuló politizálás, hanem a konszenzus kereső politizálás kerüljön újra homloktérbe, illetve az folytatódjék. A mi számunkra nagyon fontos a vajdaság kérdése, a regionalizáció kérdése, és ezt is beemeltük abba az érvrendszerbe, amit az országon belüli kiegyensúlyozott fejlődés és stabilitás szempontjából fontosnak tartunk. A VMS elnöke szerint a Nyugat-Balkán stabilitásának elengedhetetlen feltétele az autonómia és a nemzeti közösségek kérdésének megoldása, valamint a múlttal való szembenézés. A VMS elnöke brüsszeli útja során a tartomány helyi irodájába is ellátogat. Vajdasági körútján Nagybecskereken is járt Magyarország külügyi államtitkára és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke. A nemzeti összetartozásról tartott előadást Németh Zsolt külügyi államtitkár és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a nagybecskereki és környékbeli magyarságnak.
2012 a választások éve nem csak Szerbiában, hanem a Kárpát-medence több országában is. A vajdasági magyarok és Szerbia viszonyában a választások nagy változást hozhatnak, emelte ki Németh Zsolt. Tehát a legfontosabbnak én azt tartom Szorványban és a Tömbben egyaránt, hogy erős magyar nemzeti képviselettel kell rendelkezni minden szinten. A helyi önkormányzatban, a tartományban, a köztársaságban is, és nagyon bízunk abban, hogy a elnök jelöltje a VMS-nek, a vajdasági magyaroknak szintén úgy fog szerepelni ezen a választáson, hogy érzékelhető politikai erőt fog tudni ő megjeleníteni, és ezt érvényesíteni tudja majd az ezt követő koalíciós egyeztetések során. A Kárpát-medencében vajdaságot a hármas autonómia modelljeként tartják számon, mondotta Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke először járt vajdaságban és megjegyezte. A vajdasági magyarság körében nagy élni vágyást tapasztalt. 2012 ez a választások éve határon túl. Ezek nagyon fontos eseményei a kisebbségi sorban élő nemzetrésznek, hiszen ilyenkor tudjuk megmutatni azt, hogy vagyunk, ilyenkor tudunk beleszólni sorsunk alakításába. Azért is jöttem ide részben az, hogy tapasztalatokat cserélünk a helyi vezetőkkel, részben pedig az, hogy támogassam a Vajdasági Magyar Szövetségnek a kampányát, hiszen az ő választás eredményünk az, hogy a magyarság hogyan sorakozik fel a szervezete mögé, az kifoghatni nem csak a helyi magyarok életére, hanem az egész Kárpát-medencére. A vendégeket kísérő Pásztor István, a VMS elnöke hangsúlyozta. Fontos, hogy május 6-án minél többen menjünk el szavazni, mert még csak a megkezdett út elején járunk. Csukán a magyar külügyi államtitkár látogatásával egy időben szervezték meg a Pásztor István köztársasági elnök jelöltségét támogató aláírások gyűjtését. A Móra Ferenc Művelődési Egyesület székházában hosszú sorban várták a polgárok, hogy leadhassák aláírásukat. A magyar államtitkárt kísérő VMS vezetők és képviselők közül többen is itt adták támogatói aláírásukat. Az a célunk és szándékunk, hogy ezzel a köztársasági elnökjelölt állítással az első fordulóban minél több szavazatot sikerüljön összegyűjteni, pedig azzal a szándékkal vagy céllal, hogy utána a második fordulós támogatás fejében minél több olyan fontos kérdésbe sikerüljön a második fordulóba bejutott jelöltek közül Boris Tadicsal majd megállapodásra jutni, amely vajdasági és vajdasági magyar szempontból fontos és jelentős, és hát ilyen szempontból vagy ilyen tekintetben szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy az elkövetkező 3-4 napban jöjjön el és támogassa a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Közösség elnök jelöltjét. A vendégküldöttségben lévő VMS vezetők aláírása komoly motivációt jelent a csókaiaknak. Vélekedett a VMS ifjúsági fórumának ügyvezető alelnöke. Nagy büszkeség számunkra, hogy valóban akik egyébként a listákon szerepelnek, illetve a köztársasági parlamentben jelenleg ott vannak, hogy pont Csókán írták alá Pásztor István elnök úrnak a jelölését. Örömmel számolhatok be, hogy már több mint 80 aláírásunk van itt Csókán, de folyamatosan jönnek az emberek, várjuk őket, úgyhogy szerintem probléma nélkül össze tudjuk gyűjteni az aláírásokat. Kormányos Lászlótól, a VMS Csókai Községi Szervezetének elnökétől ma reggel megtudtuk, hogy Csókán végül is 271 aláírás gyűlt össze. Az aláírásgyűjtés folytatódik. Magyar Kanizsán, szerdán és csütörtökön reggel 8-tól este 8-ig a Városháza előcsarnokában várják a polgárokat. Utolsó ülését tartotta meg jelenlegi összetételében a Magyar Kanizsai KKT. A demokraták látszólag minden ok nélkül a testület ezt megelőző ülésén megalapított KFT névváltoztatásáról szóló döntéshozatal előtt vonultak ki a teremből, miután Katkis Zoltán, a képviselőtestület elnöke megmondta a szót Huszár Ervin demokrata frakció vezetőtől, amiért az nem a napirend tárgyát képező témával foglalkozott felszólalásában. Miután kivonultak a teremből, nem nyilatkoztak. A frakcióvezető telefonon nyilatkozott a Panon RTV-nek. Már a Kanizsai Község képviselőtestület előző ülésén is téma volt egy új KFT megalapítása Kanizsa község részéről. Képviselőcsoportunk már azon az ülésen is erélyesen ellenezte egy újabb KFT megalapítását, ugyanis 2008-ban
a Magyar Kanizsai községi vezetés két hasonló KFT-t alapított. Ezeknek a KFT-knek nem számolnak be a községi képviselőtestületnek, tehát nem nyújtanak be semmilyen programot. A községi képviselőtestület elnöke Katkiv Zoltán kétszer is megszakított abban, hogy elmondjam a véleményünket. Úgy döntöttük, hogy nincs tovább értelme, hogy részt vegyünk községi képviselőtestület munkájában. A képviselőtestület ülése után Nyilas Mihály polgármester a demokraták lépését puszta kampányfogásnak nevezte. A demokrata párti frakciónak a mai lépése igen meglepett bennünket, hiszen először fordult elő a 4 éves időszakban, habár nehéz kérdésekről is volt vita gyakran, parázsvita is, de először került sor egy ilyen lépésre. Semmilyen okot nem látunk, ami ezt megmagyarázná, csak is azt, hogy május 6-a közelek, tehát választási kampányban vagyunk, és ez egy kampányfogás valójában. A kérdéses Kanizsa Sport és Turizmus Kft. Nevének Kanizsa Turizmus Kft.-re történő rövidítése a testület kötelessége volt, mivel enélkül nem jegyezhető be a KKT előző ülésén megalapított cég. A DP ezzel a döntéssel nem értett egyet. A testület a demokraták nélkül is határozatképes maradt, így a további napirendi pontokban szereplő javaslatokat egyhangú döntéssel fogadták el a képviselők. Rendhagyó kampányrendezvényt szervez a VMS. Érdekes lesz megismernünk egymást, és tulajdonképpen ez az egymásra figyelésről szól ez a kampány. Mit gondolsz, nem lesz ez fárasztó? De különben ettől picit úgymond félek is, hogy rá kell magamat majd hangoljam az a napi 4-5 óra hosszú alvásra. Hát tömören, csak hajrá. Meg így az első 1-2 nap így a felkészülő tréningek folyamán is így nagyon jól összebarátkoztunk, és tényleg Vajdaság különböző pontjáról vagyunk, és nagyon jó a társaság, és remélem, hogy ezt a nagyon jó hangulatot át tudjuk adni ott is azokon a helyszíneken, ahol megjelenünk, és reméljük, hogy ezt is nagyon jó bulit tudunk csinálni. A Vajdasági Magyar Szövetség ifjú aktivistái a mögöttem látható busszal járják körbe Vajdaságot, útjuk során 110 települést érintenek. A 7 aktivista 2500 kilométert tesz meg a 22 nap alatt. A szórványban élő magyarsághoz is ellátogatnak. A csapat úgy épült fel, hogy Vajdaság majdnem minden részéről van fiatal. Pont ezzel is prezentálni azt, hogy mi egy összetartó csapat vagyunk, és együtt küzdünk Vajdaságért. A 22 nap alatt 22 bulit is szerveznek. A zöld parti nevet viselő bulikat azokon a településeken tartják, ahova este érkeznek. A menetrendről 3-4 napra előre lehet tájékozódni a Facebook közösségi portálon. A rendezvénynek saját himnusza is van, aminek a forgatásán az X-faktoros Vastag Csaba is részt vett. Az egésznek az a lényege, hogy mi közvetlenebbül találkozunk a választópolgárokkal, és hogy minél több embert mozgassunk be a választások során. A busz a következő napokban Horgoson és környékén fog vendégeskedni. Ezután Törökkanizsán keresztül átutaznak Bánátba, és ott folytatják útjukat. Tornyoson tartott lakossági fórumot a VMS. Lakossági fórumot tartott a Vajdasági Magyar Szövetség Tornyoson az Ady Endre Művelődési Házban. Az ülésen több mint 40-en vettek részt. Először a VMS programját ismertették a jelenlevőkkel, majd a helyi problémák megoldásáról is szó esett. Mint mondták, Zenta községben az elmúlt években nem hoztak létre új munkahelyeket, viszont nagyon sok munkáltató zárta be üzletét. Ezt tekintik a legégetőbb problémának. Sokkal-sokkal nagyobb komolyság és szakértelmel kell ezt a várost vagy a községet vezetni, amire mink azt hiszem, hogy biztosítékok vagyunk. A Vajdasági Magyar Szövetség zentei szervezete a közeljövőben hozza nyilvánosságra a 12 pontot tartalmazó programját, amely a község problémáira jelentheti a megoldást. Mint minden lakossági fórumnak, a tornyosnak is az a legfontosabb motívuma az volt, hogy az emberekkel közvetlenül végig tudjuk beszélni azt, ami őket bántja, ami őket foglalkoztatja, és ami őket kétségbe ejti, és ezeken milyen változtatási módokat látunk. Főleg zentai problémákkal szeretnénk foglalkozni, rá szeretnénk világítani az úgynevezett VMS irányítású önkormányzat, illetve mostani demokrata MPS és ligás irányítású önkormányzat hibáira. A közelgő elnökválasztáson a párt elnöke Pásztor István is jelölteti magát. Elmondták, nyilvánvaló, hogy Pásztor István nem jut be a második fordulóba, és nem lesz köztársasági elnök,
Ugyanakkor Varga László, a VMS parlamenti képviselője elmagyarázta, miért is fontos, hogy szavazatukkal támogassák az emberek a párt elnökét. Úgy tudjunk a második fordulóba bejutott két jelölt közül az eddigi köztársasági elnökkel majd tárgyalni, hogy lesz a kezünkben eszköz arra vonatkozóan, hogy megállapodásra tudjunk vele jutni, és hogy minél több elemét ennek a programnak be tudjuk emelni egy elkövetkező időszakra vonatkozó kormányprogramra. A fórumon arról is szó esett, milyen lesz a VMS kampánya Zentán, illetve Tornyoson. Tiltakozó lakossági fórumot tartottak a Pestcsara helyi közösségben Szabadkán. A Pestcsara helyi közösség lakosai szerint papíron a Nisavai utcát már leaszfaltozták. Ők mégis sárban kénytelenek járni. Nagyobb esőzéskor járhatatlan az utca, panaszolja Kemény Anita, aki nemrég költözött ide. Esőzések idején nagy a víz, nagyon nehéz a közlekedés, szóval kellene az aszfaltozás. A tiltakozó lakossági fórumon megtelt a helyi közösség tanácsterme. A helyiek nem csak az aszfaltozással elégedetlenek. Nincsen orvos, egyáltalán délután nem dolgozik. Jóvi, demokrata. A lakossági fórumot az ott élő Horváth Militicsi József kezdeményezte, mivel petíciójára nem érkezett válasz a helyi közösség vezetőségétől. Azt kifogásolja, hogy a Nisavai utcára megvolt a pénz, mégsem aszfaltozták ki. Most már a türelmünk elfogyott, és képesek vagy kénytelenek leszünk majd most már konkrétan a lépéseket is csinálni, és esetleg útzárlatot vagy valamit kitalálunk. Az elégedetlen lakos szerint a többi helyi közösségtől eltérően Pestcsarán nem történnek fejlesztések, aszfaltozások. A gyűlésen megjelent Alekszandár Ránkovics, a Szerbiai Demokrata Párt tagja, a helyi közösség tanácselnöke is. Szerinte a korábbi vezetőséget kellene megkérdezni arról, miért nem épült ki az út. Mi smo tu nekih 75 dana na vlasti, uradili smo dosta toga što se moglo uraditi. I dalje non stop kucamo na svaka vrata, svima se obraćamo, odgovor je da nema para. A helyi közösség vezetője szerint az idei évben fejlesztésre a városi költségvetésből nem kaptak egy dinárt se. Arra a kérdésre, hogy miért, szerinte az előző vezetőséget kellene megkérdezni. Jelenleg Pestcsara helyi közösségben a Szerbiai Demokrata Párt, a Demokrata Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga van hatalmon. Kevesebb mint 3 nap alatt sikerült összegyűjtenie a VMS-nek Pásztor István államfői jelöltségéhez szükséges 10 000 aláírást. A Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaság egész területén összesen 25 községben gyűjtötte a polgárok támogatását. Annak ellenére, hogy erre a két ünnep között került sor, a szükséges 10 000 helyett 12 874 aláírást sikerült összegyűjteni. Knézi Péter Óbecse polgármestere elmondta, a VMS tisztában van azzal a ténnyel, hogy jelöltjének nincs esélye bejutni a második körbe, az erősebb tárgyalási pozíció szempontjából viszont fontosnak tartja a jó szereplést. Olyan 970-980 aláírást gyűjtöttünk eddig össze, úgyhogy az 1000-es biztos meg lesz, és örülök annak, mert tényleg minden különösebb kényszer, illetve hát rábeszélés nélkül jönnek az emberek. Óbecse polgármestere szerint májusban megszerzik a 100 000 szavazatot is. A polgárok is hasonló véleményen vannak. Igen, el lehet érni, hogyha sokan összefogunk, és mindenki kiáll azért, hogy minél több magyar, aki minket képvisel, az jelen legyen a politikában. Április 20-án rendezik meg a szerb képviselőházban azt a sorsolást, amelyen eldől, hogy a szerbiai elnök jelöltek melyik sorszámot kapják. A jelöltek listáját legkésőbb április 20-án éjfélig kell megerősíteni, és legkésőbb április 21-én éjfélig kell közzétenni a hivatalos lapban. A Pásztor István támogató aláírásokat vasárnap adják át Belgrádban. A VMS elnöke szerkesztőségünknek adott interjújában köszönte meg a mintegy 13 000 támogatói aláírást. Bízok abban, hogy szükség lesz arra a szavazott mennyiségre, amivel én rendelkezni fogok az első fordulót követően. És azt is szeretném elmondani világosan, elsősorban annak a 12.874 embernek, aki aláírt, hogy nem fogjuk szétszórni a szavazatokat, nem fogjuk szétszórni a támogatást,
hanem célirányosan használva annak érdekében fogjuk latba vetni ezeket a szavazatokat és a mostani aláírásokat, hogy olyan megállapodás szülessen, amelyik a vajdasági fejlődést és egy normálisabb életteret, egy normálisabb országot tud eredményezni. A VMS Zentai Szervezetének lakossági fóruma a Kertekhelyi Közösségben. A lakossági fórumon először Pásztor Bálint VMS-es köztársasági parlamenti képviselő szólalt fel, aki beszédében kiemelte, a külföldi befektetők akkor fognak Szerbiába jönni, ha az ország konkurensé tud válni Európában. Ez már nem az a világ, amikor önerőből lehet nagy gyárakat építeni. Ez már nem az a világ, sehol se így működik itt a régióban. Viszont az országnak konkurensnek kell lennie, mert amikor egy külföldi befektető a pénzét valahova el szeretné helyezni, akkor azt nézi meg, hogy ott van-e alkotmányosság, van-e jogállamiság, van-e jogbiztonság. A fórumon jelen volt Kovács Elvira, VMS-es köztársasági parlamenti képviselő is, aki elmondta, vajdaságot 7%-tól sokkal több illetni meg a köztársasági költségvetésből, de még az alkotmány szerinti 7%-ot sem kapja meg a tartomány. 2006-tól Szerbiának van egy új alkotmánya. Mi akkor nem voltunk parlamenti párt, és nem vettünk részt abban, hogy az alkotmány szerint a vajdaságnak a köztársaság mindenkori köztársasági költségvetés 7%-a jár. Mert mi azt gondoljuk, hogy ebben semmi logika. Hogy ez sokkal több kellene, hogy legyen, hogy nem mondjam, hogy 40%, mert a köztársasági statisztikai hivatal szerint a bevételek 42%-át mi adjuk, és aztán ugyanebből a költségvetésből mi nekünk 7% jár. Ceglédi Rudolf, a VMS polgármester jelöltje, a befektetők nélkül üresen álló ipari park problémája mellett kiemelten fontosnak tartja az olyan infrastruktúrális fejlesztések befejezését is, mint amilyen a szennyvízhálózat kiépítése a Kertekhelyi közösségben. Ez a helyi közösség van legjobban lemaradva a csatornázás terén. Az Alvég Tiszapart helyi közösség körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt befejezte. A Tópart Centár helyi közösség úgy néz ki, hogy az idén, tehát a meglevő helyi járóékban úgy, hogy befejezik, tehát ott sem marad, és a legnagyobb lemaradás a Kertekhelyi közösség területén van. A lakossági fórumon kisebb vita is kialakult a helyiek között, ugyanis közülük néhányan olyan kérdésekkel fordultak a jelenlevő képviselőkhöz, amelyek megválaszolásában azok nem voltak illetékesek. A VMS községi választási programját ismertették a Magyar Kanizsai Fórumon. A lakossági fórumon elsőnek Varga László köztársasági képviselő szólalt fel. Kiemelte, hogy a VMS programja nem csak a fejlődés, a gazdasági növekedés és munkateremtés szükségességéről szól, hanem az okokat kutatja, amelyek a jelenlegi problémákhoz vezettek. Nagyon sok szempontból különbözik a Vajdasági Magyar Szövetség választási programja valamennyi választáson induló konkurens párt programjától, célkitűzéseitől. Az egyik szempont az mindenképpen az, hogy a VMS választási programja az egyetlen olyan, amely egyidejűleg, egy időben európai és vajdasági is, és magyar vagy kisebbség is. A VMS vajdaság autonómiájának bővítését szorgalmazza. Fontos a nagyobb gazdasági önállóság kiharcolása, saját bíróságok létrehozása, valamint az infrastruktúra fejlesztése. A VMS-nek egy ilyen hármas alap pilléren nyugvó követelése, kívánsága van. Ez arról szól, hogy szeretné a gazdasági önállóságot elérni vajdasági szinten, szeretné, hogyha saját bírósága lenne vajdaságnak, illetve a saját törvényhozása lenne. Maglai Jenő, a VMS szabadkai szervezetének elnöke kifogásolta, hogy a Demokrata Párt kölcsönöket vesz fel utak, medencék építéséhez, parkok létesítéséhez, nem gondolva a tényre, hogy a kapott pénzt idővel kamatostól vissza kell fizetni. A szabadkai szinten elsősorban az életszerű kérdésekkel kell foglalkoznunk, ami a várost illeti és a várospolgárnak a mindennapjét illeti. Hát itt elsősorban meg kell erősítenünk gazdaságilag a városnak az erejét, illetve a polgárnak az anyagi helyzetét. Különösen kiemelten kell majd foglalkoznunk a közbiztonsággal. A Vajdasági Magyar Szövetség programjával egy jobb és kiszámíthatóbb jövőt kíván kiépíteni. Vajdaság autonómiája prioritást élvez. Török Becsér ismertették az MNT oktatási programjait.
A Magyar Nemzeti Tanács az idén még intenzívebb kampányt indít annak érdekében, hogy minél több gyereket írassanak magyar elsős osztályba. Újdonság, hogy ez évben az óvodába induló gyerekek szüleit is megszólítja az MNT. Ami nagyon pozitív, hogy Beod Rán a tavaly beindított magyar óvoda életképes, és hogy úgy tűnik, hogy egyre több gyerek iratkozik be. Ennek következtében hát nyilván egyre több elsősünk is indulhat Beod Rán iskolába, és hogy ott valahol meg tudjuk állítani azt az elszivárgását a magyar oktatásnak, ami hát sajnos az előző évtizedben jellemző volt. Ha gyermekének színvonalas életpályamodellt szeretne biztosítani, a minőséges alapot az anyanyelvű oktatás adhatja meg. Nekünk ez a segély nagyon sokat jelent, mivel azt gondolom, hogy nem csak a magyar pedagógusok itt Törökbecsén, hanem összefogva sokkal nagyobb eredményt tudunk elérni így együtt, és talán meg tudjuk győzni a magyar ajkú diákokat, vagy vegyes házasságból származó gyermekeket arra, hogy magyar nyelvű iskolába járjanak. Vannak tanítónők, akik komoly erőfeszítéseket tesznek a szórványban azért, hogy tovább ápolják a magyar identitást, a magyar nyelvet és szellemiséget. Nezsény, tehát valójában egy ilyen szórvány magyar falu, amely a Nagyszerb tengerben van, tehát körülötte nincsen magyar nyelvű oktatás. Legközelebb van Nagybecskerek és Őrményháza, ahol van magyar nyelven is általános oktatás. És tehát jelenleg 6 diákom van a kombinált tagozaton, ahol elsőtől negyedikig tanulhatnak. A beiskolázási csomag a magyar elsős osztály diákjai számára 40 euró értékű lesz, amely mindent tartalmaz, ami az iskola kezdéshez szükséges. A Magyar Nemzeti Tanács 1500 dináros vásárlási utalvánnyal kíván segíteni, hogy az anyagi teher, amellyel a gyerek óvodába indítása jár, csökkenjen. A nemzeti összetartozást hangsúlyozta vajdasági látogatása alkalmával Répás Zsuzsanna, a Magyar Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Vidáman érkezett Répás Zsuzsanna és Pásztor István csantavére. A Bartók Béla Művelődési Egyesületben már várták őket. A helyiek alkalmi műsorral köszöntötték a politikusokat. Az államtitkár az oktatási intézmények fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta. Idén a külhoni magyar óvodákra 100 milliós támogatást biztosít a Bethlen Gábor alap. Répás Zsuzsanna szerint a magyar nemzetpolitika megvalósulásához megtalálták a partnereket a Vajdasági Magyar Szövetségben és a Magyar Nemzeti Tanácsban. Mi számunkra nagyon fontos, hogy olyan partnereink vannak a határon túl, akikre tudunk számítani. Én nagyon fontosnak tartom egy közösség jövője szempontjából, hogy ez a közösség képes legyen megfogalmazni az érdekeit és a céljait. És mi nagyon örülünk annak, hogy itt a Vajdaságban, a VMS-ben egy ilyen partnerre találtunk. Egy olyan partnerre, akire mindig tudunk számítani, és azt hiszem ennek az a kulcsa, hogy közösek a céljaink. És ez a cél, ha egy módon fogalmazható meg, az a magyar nemzeti érdekeknek a képviselete. Pásztor István, a VMS elnöke szerint elsősorban a választópolgárokon múlik, hogy Vajdaság is ezen belül Csantavér fejlődni, épülni tudjon. Erre május 6-a után lesz lehetőség, amennyiben a VMS ismét bekerül a szabad városvezetésbe. Azért volna fontos, hogy a csantavérjek esélyt teremtsenek önmaguknak, hogy ez a falu fejlődni tudjon, ugyanis azt kell látni, hogy azóta, mióta a Vajdasági Magyar Szövetség nem része a városvezetésnek, az elmúlt 2 évben, azóta Csantavéren nem történt semmi. Azt kell látni, hogy mindazok a beruházások, amik elkezdődtek akkor, amikor még ott voltunk, egy bizonyos fázisig eljutottak, azok megrekedtek, megálltak és nem mentek tovább. A következő állomás Tornyos volt. Itt az Ady Endre Művelődési Egyesületben látták őket vendégül. Magyarország nemzetpolitikai helyettes államtitkára, Tornyos után Kulára, Szent Tamásra és Törökbecsére látogatott el. A Krivaja hídjainak átfestésére szerveztek akciót a kishegyesiek. A krivajai hidak a település különlegességeinek számítanak. Nevezhetnénk Kishegyest akár a hidak falvának is. Kishegyesen csak a Krivaja hidak száma körülbelül 14-15, és hát ezeknek többsége sajnos már megkopott rajta a festés, egy kicsit elhagyatott. A fémhidakat, a korlátokat szeretnénk átfesteni, egy kicsit ezzel is hozzájárulni, hogy szép legyen. Az önkéntességnek nagy hagyománya van a faluban,
és egyre több fiatal csatlakozik a mozgalomhoz. Mi a Vajdasági Magyar Szövetséggel is úgy döntöttünk, hogy idén is megpróbáljuk megszépíteni a falunkat. Ez a hídfestés egy nagyon jó alkalom, megkoronázva azt, hogy ezek előtt összeszedtük a szemetet a községünkben, illetve a parkokat kitisztítottuk. Miközben a fiatalok lelkesen csiszolták, festették a hidakat, erősítés érkezett Budapestről. A háromtagú csapat azonnal munkához látott. Eljöttünk most a Vajdaságba, hogy meglátogassuk a délvidéki barátainkat. Célunk, hogy minél több, még több emberrel megismerkedjünk, elhívjuk őket jövőbeni rendezvényeinkre, és hát beszálltunk a programokba. Az önkéntesek hamarosan újabb faluszépítési akcióban vesznek részt. Átadta az elnökjelöléshez szükséges aláírásokat a Köztársasági Választási Bizottságnak Pásztor István, a VMS elnöke. Délben érkeztek meg a VMS tisztségviselői Belgrádba 8 dobozzal a Pásztor István államfőjelölését támogató 12.874 aláírással. A VMS elnöke nem folytat külön elnökválasztási kampányt. Államfőjelöltként is pártja 12 pontból álló Vajdaságért egy normális Szerbiában nevet viselő programot kívánja hirdetni. Talán arra is számíthatok, hogy a többi magyar párt felszólítja a támogatóit, hogy rám szavazzanak. De legalább annyira számítok a vajdasági nem magyarok szavazatára is, akik számára fontos a Vajdaság ügye, és számítok azokra nem vajdaságiaknak a szavazatára is, akiknek elegük van a politikai retorikából, az üres szólamok pufogtatásából. 11 államfőjelölt közül választhatnak a szavazók május 6-án. Így az első körben elemzők szerint nagy lesz a szavazatszóródás. A két forduló között pedig az elsőben megszerzett szavazatok komoly politikai alkutárgyát képezik. 4 éve Pásztor István államfőjelöltként 93 ezer szavazatot gyűjtött be, és ezúttal is a leköszönő államfőnek Boris Tadicsnak kívánja felajánlani. Hát tudjuk azt, hogy akkor 2008-ban Boris Tadics körülbelül 100 ezer szavazattal nyert, akkor ezt a két számot, ha összehasonlítjuk, akkor igen komoly szám a vajdasági magyarok szavazata ahhoz, hogy a leendő szerbiai elnök sorsa bizonyos értelemben a vajdasági magyaroktól függjön, és Pásztor István nagyon okosan rájátszik erre. A szerbiai kormány csütörtökön hagyott jóvá a költségvetési tartalékokból 12,5 millió eurónak megfelelő dinárt az államfőválasztás lebonyolítására. Az elnök jelölteknek fejenként közel 500 000 áll rendelkezésükre a kampány költségeik fedezésére. Pásztor István az összeget nem kívánja felhasználni, és azt reméli, hogy a többi jelölt is hasonlóképpen lemond róla a költségvetés javára. A 19. században épült csonopjai templom felújítása körülbelül 5 éve zajlik. A tavasz a megújulás, az új kezdet időszaka. Csonopján a természet mellett a templom is megújul. Egyelőre azonban nem sok látszik mindenből. Az épületet ugyanis állványok veszik körül. Hálaadó szentmisét tartottak a csonopjai római katolikus templomban. Az esemény apropója a templom felújításának megkezdése volt. A csonopjai katolikusok száma mintegy 700-ra tehető. A hívek fontosnak tartják a Minden Szentek templom felújítását. Szükség van rá, katolikusok vagyunk, és mi szeretnénk, hogy szép lenne a mi templomunk. A miséken általában körülbelül 70-en gyűlnek össze. Horváth Endre csonopjai plébános elmondta. A felújítás felrázta a közösséget. Minden egyes közösségnek szüksége van vonatkozási pontokra. És csonopján az egyik legfontosabb, éppen ezért az iskolában kiszokott a magyar oktatás már évek óta. Éppen ezért elsőrendű a vonatkozási pont az egyházi. Szakás Csaba, a Zombori Városi Tanácsi VMS-es tagja szerint a templomnak fontos közösség megtartó ereje van. Ilyen szórványvidékeken a művelődés egyesületek és a templom az a hely, ahol megmarad a közösség, és ahol a közösség érzi, hogy összetartozik. Emiatt volt fontos magát az épületet, magát a házat is felújítani. A csonopjai Minden Szentek templom felújítására 4 évvel ezelőtt a tartományi nagyberuházási alapból 4 millió dinárt különítettek el. Az eddigi munkálatok során 1,8 millió dinárt költöttek el. Rendbe hozták a tetőszerkezetet, a tornyot és az épület szigetelését. A munkálatok egy része már el van végezve. Ma átadta a plébános úr a megfelelő dokumentációt arra, hogy ezek a munkálatok ki legyenek fizetve. És ahogy hallottam, pár héten belül be is fejeződik ez a szakasz a felújításra. A templom külső tatarozása még folyik.
A 4 millióból megmaradt 2,2 millió dinárból fedezik a költségeket. A falusi turizmus lehetőségeiről tartott előadássorozatot a VMS adai szervezete a helyi Kóstanyán. A rendezvényen a tartományi gazdasági titkárhelyettes ismertette azokat a tényezőket, amelyek turisztikai szempontból vonzóvá tehetnek egy tanyát. Elmondása szerint a Kóstanya megfelel minden kritériumnak. Nagyon szép szobák, fürdőszobák, az öreg kis kamra, a nyári konyha, minden tényleg olyan szép, rendben, tisztán. A VMS adai szervezete úgy véli, a falusi turizmusban még sok kiaknázatlan lehetőség van adán, amit megfelelő szervezéssel könnyedén meg lehetne valósítani. Van igény a falusi turizmusra. Személy szerint engem Belgrádból kerestek föl, hogyha programot tudunk ajánlani, akkor ők ilyen hétvégi programokra szívesen eljönnének egy falulat látogatásra. Tehát szállást és megfelelő programot kell nekik kínálni. A Valkai sor közelében lévő Kóstanya tulajdonosai 6 évvel ezelőtt kezdtek el falusi turizmussal foglalkozni. Mára már gazdag programmal várják az érdeklődőket. 80%-ban gyerekcsoportokat fogadunk. Reggel kezdődik szalonnasütéssel, kolbásütéssel, utána vannak kézművesek, külön attól függ, hogy mit kérnek. Kocsikázásban körbejárjuk a szomszédos tanyákat, ahol tejkóstolástól kezdve, sajtkóstolástól kezdve, szóval több mindenféle programunk van. Utána, amikor visszatérünk a tanyára, a sétából külön lovaglást tudunk biztosítani, ebédet kapnak, és utána desszertként kürtös kalácsot süthetnek a gyerekek. A találkozón jelenlevők egyetértettek abban, hogy a kézművesek bevonásával Adán jelentősen bővíthetnék a falusi turizmus nyújtotta lehetőségeket.